És milyen a spanyol kecó? Nagy aja. Esztepunában van, ez Malagától egy... Látod a tenger? Nem látom a tenger, 600 méterre van a tenger. De ha fölmegyek a tetőre, ott látom egy nagyon kicsit. Igen. Elkezdtem spanyolul tanulni, Duolingóval, én azóta tanulok spanyolul, és nagyon élvezem. És hogy megy? Mennyire megy? Hát, muy bien, gracias. Fontolgatjátok, hogy ott telepettek majd le? Szerintem nagyon sokan gondolkoznak ezen, és eleve ott sok barátom is lakik. Igen, én gondolkozom ezen. Harmadikban elmentem Németországba, miután hazajöttem, én már nem tudtam megszokni soha az ittenit, és nem is fogom megszokni soha, akkor, mert itt nem változik. És akkor kilógsz egy kicsit? Még mindig? Hát azért más is megtapasztalta, nem én vagyok az egyetlen. Tehát nem, hogy értem, hanem csak azzal, hogy mondjuk ezt az itteni gondolkodásmódot a munkával kapcsolatban, és akkor most én is körülírtam, hogy azt, hogy még mindig nem tudod megszokni. Nem, tehát, hogy emiatt nem lógsz ki? Három igazság mai vendége, Kós Réka, üdvözlünk szeretettel, Tomi jön a szabályokkal. Ugyanúgy, tök régóta vártuk, hogy gyere, és most nem végre, is. Igen, yes. Tök sok dolgod volt, de most itt vagy velünk. Most ez a dolgod, hogy a három borítékból majd válasz, mert úgy haladunk a témakörökkel, jó? Abban a sorrendben, ahogy te határozod meg. És a válaszra körülbelül 7 percet áll rendelkezésre, jó? De lehet, hogy ez majd laza. Te igaz, de ez később jön. Melyik szín? Én mindig ki a pirossal kezdél is. Pirossal? Az alapszínű ez. Nézd bennünket, bejúlnak. Mi az igazság? Te milyen voltál 20 évesen a lányodhoz képest? Tehát, hogy mi a különbség köztem és a lányom között? A 20 éves Kós Réka és a most 20 éves, mert ami a 20 éves igen, kis nagylányod. Igen, egy fontos dolog, hogy őről én nem szoktam beszélni, és ez az ő kérése. Tehát, hogy én csak nagyon szörmentén fogok róla nyilatkozni, jó? Tehát magamról túl sokat is szoktam beszélni, de róla nem. Teljesen más. Tehát az arcunk az nagyon hasonlít, és ha így mondjuk két fotót egymás mellé teszünk, akkor tényleg egészen félelmetes. De ő inkább az apukájának az érdeklődési köre, ő ilyen számítógépes, animációkkal foglalkozik, videoklip-rendező, filmrendező, és ő az irányban érdeklődik, tehát hogy semmiféle színház. Jó, tehát ennyit. Tóth Rozinak, tehát Roziról, és én hát ugye egész más, tehát nyilván. Ő egyáltalán semmilyen nyilvánosság, tehát egy fél dalt sem éneke, tehát semmi. Én hát most azt nem magyarázom. A 20 éves sem vettek fel, hogy a főiskolát, akkor én már bőven tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Hát nem is tudom. Milyen voltál 20 évesen? Oké, tudtad, hogy mivel szeretnél foglalkozni, fölvettek a főiskolára, igen. Ott álltál valaminek a kapujában. Aztán mi lett belőle, arról is beszélgetünk, meg hogyan alakultak, de akkor mik voltak a fejedben, mit szerettél volna elérni? Hogyan indultál neki az életnek gyakorlatilag? Én semmi más nem szerettem volna, én csak műzikeleket akartam, a műzikelekben szerettem volna szerepelni, műzikel szerepeket szerettem volna elénekelni, ennyi. Nem, mert valahogy egy ilyen kvázi prekoncepció van, hogy mindenki, aki a színpadra vágyik, az sztár akar lenni, ez nem igaz. Biztos, hogy nagyon sokan igen, de valószínűleg az is közre játszik ebben. Ezt a barátnőm, a legjobb barátnőm, mert Tunyogi Bernadettel már nagyon sokszor kitárgyaltuk, mert hogy ugye az ő élete is, tehát ő is beleszületett egy olyan családba, hogy ahol ez természetes volt, hogy a színpad van, meg én is beleszülettem, hogy nekünk ez nem volt egy ilyen elérhetetlen vágy, hiszen az ott volt, az olyan természetes volt. Úgyhogy én egyáltalán nem vágytam sztárságra, én a musicalek, úristenem, hogy az Evita, a Nyomorultak, az István a király, az STB, hogy... Mikor derült ki, mert ugye egy művész emberrel szemben nyugodtan lehet az ember elfogult. Mikor derült ki, hogy ilyen brutálisan rohadt jó hangod van? Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Azt nem tudom, én azt tudom, arról nem tudok nyilatkozni, azt tudom elmondani, hogy én önmagam számára mikor derült ki, hogy én ezt szeretném csinálni, de ennek nincsen ahhoz köze, hogy nekem milyen hangom. Milyen képességed? Nyilván azért... De apukád, anyukád mondta, hogy jó hangod van? Nem. Nem? Nem annyira. De nem azért, mert ők az kontra akartak, mondjuk nem voltak elájulva nagyon, mert hogy ez a musical műfaj, hogy ők ezt egyáltalán nem ismerték, és
nem is gondolták, hogy ez lehet sikeres Magyarországon. A, nem, nem tudom én, mindegy. Úgyhogy, úgyhogy nem volt az ő oldalukról egyáltalán alám téve ez a dolog, hanem én egyszer elmentem, és megnéztem, és beleszerettem, és én akkor döntöttem el, tulajdonképpen én a szalagavatomon döntöttem el, amikor valami táncoltunk, kabaré volt, igen, de akkor nem kellett énekelni, mert ott ugye senki nem, igen, ott ugye ott senki nem énekel, igen, a szalagavatomon, csak táncolnak, és akkor, és akkor ment a Mein Herr, és akkor szék, és izé, és ott, ott döntöttem el én. Na jó, hát akkor ezt, csak ezt. Igen. Na jó, csak a Laci mondta. Emlékszem a gondolatra, a pillanatra, hát igen. Elfogultan, hogy brutál hangod van, és most én is megerősítem, de most nem izé, tehát hogy nem alád akarunk menni, hanem egyszerűen én is már láttalak nyilván színpadon, meg televízió műsorokban énekelni hallottalak, és hogy elképesztő. Tehát azért valamikor csak rájön az ember, vagy mondják, hogy, hogy azért ami itt van a torkodban, az kivételes. Én erre most én nem szeretnék arról beszélni, hogy én és akkor rájöttem, hogy én milyen tehetséges vagyok. Én ilyeneket nem akarok mondani, jó? Nem, nem, majd döntse el valaki más. Arra gondolnak a fiúk, hogy ezt hogyan várja, várja, mi eldöntöttük. Jó, mi eldöntöttük. Nyilván valamennyire muszáj az embernek azért reálisnak lenni önmagával szemben, valamennyire. De hát, hogy most állandóan, tehát hogy erről visszajelzést kapni, azért ez nagyon nehéz, és azért abban az időben, amíg ugye ez 91, mert akkor érettségiztem, akkor volt a szalagavató. Hmm. Akkor történt ez a döntés, de utána még 2 év volt, amíg én jártam, Toldi Marika nénihez jártam énekelni, Schubert Évához jártam színészmesterségre, csak gyorsan akartam a színészmesterséget kimondani, és azért ott nyilván szép lassan az ember látja a többieket, és akkor valahova magát bepozícionálja. De ha oda pozícionálod magadat már 20 évesen, vagy 18 évesen, én olyan baromi tehetséges vagyok, azért az nem jó. Tehát azért az, nem, az te csak nem, felismerted, nem, hogy Sally Bob ereje az benned van, és így tettél is lépéseket. Tehát nem a szüleit tették helyette, te mentél a Toldi Máriához. Persze, persze. Én kértem a papát, én mondtam, hogy én hallottam, hogy van a Toldi Máriának ez a stúdiója, megvan neked a telefonszáma. Tehát ezt így kértem, hogy segítsen, és akkor igen, ő mondta, hogy neked ez ebben az egész folyamatban, hogy két művészembernek a gyermeke vagy, és hogy valójában, és ez a közöttünk lévő drasztikus korkülönbség, hogy ugye az én fiatalkorom és gyerekkorom... Ennyi lehet az, de az nem lehet drasztikus, de mindegy. Hogy az én fiatal gyerekkoromban ugye volt a Kós meg a Hofi, pont. Tehát ennyi volt Magyarországon a szórakoztatóipar, és hát az apukádon nőttünk föl ez a korosztály. Neked ez ebben a folyamatban segített, nehézséget okozott, ez hogy nézett? Ez egy nagyon hosszú beszélgetés lehet, mert nyilván ezer és ezer példát tudnék elmondani, pro és kontra. Én azt mondom, hogy mind a kettő, tehát aki azt gondolja, ha már így az igazságokról beszélünk, tehát ennek az igazságnak is több oldala van, aki azt gondolja, hogy ez egy nagyon nagy segítség, annak is igaza van, meg aki azt gondolja, hogy ez egy hátrány, annak is igaza van. Tehát én azt gondolom, hogy én ezt úgy viszonylag jól kezeltem, mert azt felismertem, hogy ettől megszabadulni nem lehet. Ez van. Igen, tehát ezt úgy kell elfogadni, ahogy van, maximum okosan kell ezt kezelni, és az apukám ebben nagyon sokat segített, tehát ő azt mondta, amikor én mondtam neki, hogy papi, léci, ne segítsél a hátam mögött semmiben, jó? Maximum megbeszéljük. És azt mondta, jó, és ő ezt betartotta, mert ha lett volna ez egy igen, ilyen, vagy egy ellen vonal onnan, vagy egy nagyon erőteljes, görcsös, majd a lányom izé lesz, akkor biztos, hogy nagyon rossz lett volna. De miután nem volt az sehol, hogy mert az apuka elintézte, ezért így nekem nem volt olyan nagyon rossz. Persze hát megkaptam azokat, hogy na és akkor ki intéztel, hogy téged fölvegyenek a főiskolára. Hát elmentem vagy a felvételére. Hát, most hát meg előtte 2 évig jártál, ahogy mondta, Toldi Máriához és Schubert Évához, azért ez komoly felkészülés, komoly átökértség. Persze, meg jártam táncolni is, tehát én készültem, de ez mondjuk nem jelenti azt attól még, hogy... Hogy akkor automatikusan fölvesznek? Persze. Jó, de persze. De azt jelenti, hogy nem gondolják, hogy nem azért. Ja. Hát igen. De ezeket el kell engedni, te nem kell... Tehát ezekre te nem görcsöltél rá?
Görcsölni nem, de az, hogy én harmadikban elmentem Németországba, az nagyon erősen, tehát ennek a kettőnek nagyon erősen van köze egymáshoz, mert ugye volt egy casting Magyarországon, a Budapesten, erre a Sunset Boulevard című musicalre, és akkor én oda elmentem castingra, és ott az csak nekem sikerült egyedül. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek nem lettek volna alkalmasak rá, csak valamiért pont azokra a kicsi szerepekre én lettem alkalmas. Tehát mondom, ez nem azt jelenti, hogy az összes magyar musical énekes, aki eljött arra a castingra, nem lett volna alkalmas arra, hogy azt a munkakört betöltse. Valamiért rám esett a választás, és ugye ott kint, hát ott senki nem tudta. Román még beszélünk. És én ott rendbe raktam magamba ezt. Na, igen. Az van, hogy erről szeretnénk beszélni. Az egyik borítékban remélem, hogy abban van. Van, de akkor most akkor csaljunk. Mindenképpen legyen az a téma. Mert most ez minket nagyon érdekel. Mert hogy mintha belelátnál a borítékunkba, valóban a második kérdés ehhez kapcsolódik. Mi az igazság, Réka? Mi vitt a főiskola elvégzése után Németországba, és mi hozott vissza? Igen. Ha jól vitt oda, akkor azt tudjuk. Volt igen, de nem az volt, hogy én ott majd, én azért megyek ki, mert én bizonyítani akarok, hanem ugyanaz a musical iránti teljes mámor, hogy úristen, a Sunset Boulevard, amit én már akkor rongyos hallgattam CD-n, úristen, és én abba, úristen, és akkor megérkeztem, pont úgy érkeztem, úgy jött a repülő, hogy kezdődött az előadás, és akkor gyorsan, hát akkor megnézem, mert csak másnap kell próbálnom, és akkor ott, hogy jött, nem tudom, ti láttátok-e, egy ilyen hatalmas nagy aranyház gyakorlatilag jön le az égbe, hogy úristen, na hát szóval körülbelül ez, és közben ennek volt ez a kis mellékhatása. De hogy akkor jól beszéltél németül? Nem. Angolul beszéltem, németül nem beszéltem, de miután ez a Really Useful Company-nek, ami ugye a Webernek a cége, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, annak a leányvállalata, a Really Useful Group, ott mindenki angolul beszélt. Tehát ott angolul mondta a hívó, angolul beszélt a rendező, stb. És te két évig valójában Németországban éltél? Itt csak fél évig voltam, mert hogy sajnos nem ment jól ez a musical ott, ez Niedenhausen, Wiesbaden mellett van, ez a pici kis falu, és ott mellette volt egy hatalmas színház. Tehát nem ment jól sajnos, ugye ott ez így van, hogyha nem megy, akkor leveszik. És én elmentem akkor a Nyomorultakra, a Duisburgba castingra, az sikerült, úgyhogy én onnan átmentem Duisburgba, ott voltam egy évig, és utána Bécsbe voltam még egy évig. Na, tehát tulajdonképpen te két évet német nyelvterületen dolgoztál, igen, és éltél. Igen. Ma már jól beszélsz németül? Nem. Nem, és ezt nagyon bánom, mert ugye angolul mindenhol beszéltek, az nekem ment, és akkor elkényelmesedtem. Ma már nagyon bánom, mert nagyon sok mindent megértek, és ugye hát ott volt fonetika tanár, tehát én szoktam mondani például Magyarországon ilyen belső cégeknek németül reklámanyagot, ez nem szokott kimenni, de hogy, tehát hogy jó a kiejtésem, de is nagyon sok mindent megértek, de azért így nem tudok folyékonyan beszélni. Réka, de 23 évesen kimentél, oké, utána igen, ez a musical. Olyan régen lett a volt. Igen, de ott vagy teljesen egyedül, épp egy friss diplomával, ugye? És nem, akkor még nem volt diplomám sem. Még meg sem ez volt. A negyedik elején volt, tehát még meg sem volt. Hazajöttem, és lediplomáztam. Na, de igazából az a rész érdekel, hogy ott vagy egyedül. Jó, egy vagány, határozott, látjuk, erős hanggal, brutál erős a hangja, de úgy érzem, a jelleme egy pallírozott. Ott vagy teljesen egyedül? Úgy látom, hogy tehát magam előtt a dolgot, hogy kiutazol oda, próbálsz integrálódni a csapatba, ez ment könnyen, vagy? Így. Barátokat hamar leltél, vagy inkább a munkának áldoztad a mindennapokat? Mert hát azért nem nagyon lehet, most itt látom. Van egy musical, ott van egy szerep, ki vannak írva a próbák, most emellett már most mit munkálkodjak? Hát most bementem a próbára, azt megcsináltam, azt meg este az előadást. Persze, ott nagyon nagy haverkodás volt, és én azért nagyon örülök még ennek a nagyon régi 2,5 évnek, mert ott találkoztam ugye a nyitott európai gondolkodással, hogy ott voltak norvégok, svédek, rengeteg holland, nagyon sok angol, amerikai, egy francia lány, olasz fiú, stb. És ott tényleg nem is tudom, felsorolni, magyar, és ott találkoztam ezzel. Tehát ott ismerkedtem meg egy csomó olyan kulturális dologgal, és ami ilyen apróság, hogy az íreknél ugye a St. Patrick's Day, akkor jöttek a hollandok, akkor narancsárgába kellett öltözni, akkor minden hülyeséget kitaláltunk, akkor elloptam a narancsárga szemetest, akkor azzal mentünk a buliba. Akkor volt ugye a skótoknál annak nem jut eszembe, hogy mi a neve, amikor a hegészt, ezt a nagy
kolbászt, vagy mi ez, hurkát felvágják, és közben Keats verset olvasnak. De az már nagyon régen volt ez, és akkor kiültet viselnek, és akkor az egyik svéd lány, akkor bemásztunk a konyhába, miközben csinálták, hogy befotózzunk a Keats alá. És mi van alatta? Semmi. Tényleg? Semmi nincs. Annyira semmi, hogy akkor még nem volt digitális fotózás, ugye csak, hát akkor még nem volt digitális fotózás. Elő kellett hivatni. És akkor, a németek nem hívták elő. Hogy kikövetkeztettük a negatívot. Hogy mi van? Tényleg ez ott alig vártuk. Nagyon szóval, hogy ezt a sokféle kultúrát, és az, hogy... Ugye látod magad először? Látom, hogy a sportok vagy az asztal alól. Én már szerintem túl vagyok. Mi látjuk magad. Ez úgy volt, négy kézlebb bemásztott. Jó, de ezen, a ponton megértem, hogy a lányod miért nem akarja, hogy róla beszélj. Ez olyan... Ő nem ilyen. Ezért. Az anyám bemászott az asztalon alá. Ezt nem tudja, de majd... Most meg tudja. Azért rugózunk ezzel, mert mondtad, hogy régen volt, nem azért, mert régen volt, hanem azért, mert végülis tényleg a pályát kezdete volt, tehát hogy felvetődik a kérdés, hogy folytatódhatott volna-e ott a pályád, Európában. Igen. És aztán akkor meg miért nem? Igen, ez egy nagyon kvázi szomorú dolog a részemről, mert hogy nagyon magányosnak éreztem magam. Bár rengeteg barátom volt, most is tartom a kapcsolatot sokukkal, de egyszerűen nem éreztem jól magam, és pánikbeteg lettem, ami ugye már nagyon rég elmúlt, mielőtt kitalálnák, hogy még mindig pánikbeteg vagyunk, mert volt már ilyen is. De akkor nem volt egyszerűen, nem volt annak ott értelme, maradhattam volna persze. Na, de azóta is kimentem volna. Csak mondjuk voltam castingon, de egyszerűen azt nem lehet egy gyerekkel. Tehát ugye ott minden este van előadás. Hétvégén meg dupla. Réka, ki hiányzott legjobban itthonról? Abban hát a 2,5 évben. Ja, hát a család egybe, úgy, ahogy van. Tehát a testvérem, a szüleim, tehát hogy nem volt akkor, de akkor még nem volt nekem, még párom se volt, lányom meg aztán végképp nem. Úgyhogy hát a család nagyon hiányzott, meg egyáltalán nem csak a család, minden hiányzott. Nem voltam én arra kész lelkileg, hogy én ott maradjak, pedig tök jól lehetett volna. Miközben megtapasztaltad, és azt mondtad, hogy az viszont jó volt, hogy megtapasztaltad azt is, hogy milyen kvázi senkinek lenni, tehát hogy nem tudják, hogy ki vagy, hogy kik a szülők, hogy honnan jössz, tehát hogy az volt a jó oldala, az egyik jó oldala? Hát igen, de éppen ez az, hogy hiába vagy senki, a munkád alapján mindenki vagy. Tehát ott nem kell annak igen, lenni. Igen, persze, ott nincs közvetítő elem, tehát ott még véletlenül se juthat eszedbe, hogy ez nem csak a te munkád. Igen, tehát hogy ott ez az egyik, a másik meg ahogy egymásra, tehát ez a fajta munkamorál, és most nem azt mondom, hogy itthon nincs munkamorál, inkább a gondolkodásbeni különbség, igen, amit ne is menjünk bele, mert erről tényleg lehetne egy hétig beszélgetni, hogy azt, miután hazajöttem, én már nem tudtam megszokni soha az ittenit, és ezt nem is fogom megszokni soha, akkor, mert itt nem változik és akkor semmi. Kilógsz egy kicsit? Még mindig? Hát azért más is megtapasztalta, nem én vagyok az egyetlen. Tehát nem úgy értem, még... hanem csak azzal, hogy mondjuk ezt az itteni gondolkodás mondott a munkával kapcsolatban, és akkor most én is körülírtam, hogy még mindig nem tudod megszokni. Nem, tehát, hogy emiatt nem lógsz ki? Na, érted, hogy mit mondok? Hát nem, mert azért annyi eszem meg volt, hogy ezt most vagy megszokom, vagy akkor elmegyek és csinálok valami mást. De azért azt nagyon nehéz volt. Na mindegy. És hazajöttél, és ez a bizonyos pánikbetegség, ez így elmúlt? Nem. Tehát ez hosszú ideig. Mitől féltél? Az okokat én most nem fogom feltárni. Nem. Ez egy 5 évnyi pszichoterápia eredménye képpen elmulasztottuk együtt a doktornővel, és nagyon sok oka volt, én ezt most nem szeretném. Várjál, nem az okokra voltam kíváncsi igazán, bevallom őszintén, hanem hogy ez miben testesült meg? Hát pánikrohamokban. Tehát egyszerűen a semmiből jött? Hát akkor elmondjuk, mi a pánikbetegség. Nem. A katalizátorra kíváncsi, Laci. Tehát, hogy mi indukálta? Mitől lett? Az nem jön semmi. Hát az attól pánikbetegség, hogy annak nincsen kiváltó oka, hanem egyszer csak jön. Amikor és akkor félek beszállni a liftbe? Nem. Én pont nem. Nem Klaus, vagy nem zárt tértől féltem én, hanem jön egy pánikroham, nem kapsz levegőt, úgy érzem, hogy el fogok ájulni, ilyenek. Pszichoszomatikus tünetek, most biztos mindjárt meghalok, most biztos mindjárt megfulladok, tuti, hogy meg fogok halni, ilyenek. Nem jó.
Nem és jó. Aztán ez egy 5 éves folyamat révén. Igen, körülbelül, igen. Szép csöndben ezt magad mögött tudtad. Igen, hál' Istennek. Ezt a folyamatot. És akkor ezek szerint ennek van egy pro oldala is, tehát egy pozitív oldala is, igen. Mert ettől viszont kiegyensúlyozott lettél, mert egy nagy nehézséget a hátad mögé tudtál tenni. Hát egyrészt az nekem egy nagy sikerélmény, hogy nekem ez sikerült, mert ha én mindent úgy csináltam volna, ahogy azt nekem mondták, akkor valószínűleg én még most is pánikbeteg lennék, persze ezt nem tudhatjuk, de... Tehát sokan, hát úgy most már gyógyszert kell szedni egész életed, amire mondtam, nem, én ezt majd meg fogom szépen csinálni, és végül is ez sikerült, de hát nem hallgattam azokra, hanem addig mentem, ameddig találtam egy olyan doktornőt, akiben én is megbíztam, ő, láttam, hogy ő majd segíteni tud, és akkor végigcsináltuk ezt a hosszadalmas folyamatot. Igen. Tomi. Na jó, erőt adhatott ez. És nyilván másoknál igen, is igen. Alkalmas vagy felismeri a igen, problémát. Igen, sokan, bocsánat, sokan fordultak hozzám levelekben, e-mailekben, és hogyha mondjuk olyan kollégák is, és én mindenkinek nagyon szívesen segítek, természetesen én nem tudom megoldani csak egyrészt elirányítom, meg elmondom a saját történetemet, hogy igenis meg lehet gyógyulni, elmondom, hogy én hogyan álltam ehhez az egészhez, és sokszor segít, hát sajnos sokszor nem, amikor ők nem hisznek a pszichológusok. Akkor. Ja, hát anélkül azért nehéz. Ő igen, nem hisz a egy pánikbetegség. Ami baj. Na jó, jön az én borítékom, jó? A végére így szól. Mi az igazság? Milyen a vállalkozói lét? Azt én nem tudom. Na, okay, na. Csak azért legalább 2 próbálkozásról tudunk. Volt, igen. Igen. Próbálkozásom volt, de ez kimondottan a pandémiához volt köthető. Tehát ezt azért csináltam, mert akkor ugye hirtelen nem volt hát, meló, hogy... és most jó, mindannyian úgy voltunk szerintem, hogy először jókat főztünk, meg mindenki kiselejtezte a szekrényt, meg kikapált a kertet, de aztán ez elfogyott egy idő után ez a tevékenység, és akkor az hiányzott ugye az, hát valami, ami létrehozok, vagy nem is tudom, na mindegy. És akkor ugye ingatlanozni kezdtem egy barátnőmmel, aki szintén énekes nő, de ő már ezt csinálta előtte, nekem meg volt egy ilyen végzettségem, hopp. Ugye, tehát, hogy nem... De az csak... hogy lett? Az mi? Azért volt, az pont igen. Amikor hazajöttem Németországban, és akkor ott volt egy ilyen kis gap, uh-huh. Egy ilyen kis vákum, és ott szintén volt egy barátom, aki mondta, hogy figyelj már, én éppen megyek most, ezt elvégzem, ezt a ízét, eljössz velem, és mondtam, hogy elmegyek. Na így, de hát aztán én azt nem csináltam, az úgy volt aha. A fiókban. Csak úgy megszerezted elsőre, ügyesen. Tehát abszolváltad. Annyira azért nem bonyolult. Ja. Hát azért nem mondtam, egy hosszabb diploma, tanfolyam. Nem de akarom. Ház. Mindenkinek adják. Ez egy ház. Ott volt a zsebben ez a papír. Az, ott volt, és hát akkor, amikor jött a pandémia, akkor azt is előhúztál. Meg aztán ugye ruhamárkát kezdtél el. Táska. Vagy táska, bocsánat, ilyen horgolt izé cuccokat. Most is van, jó. Most éppen nincs itt mindegy körülbelül. Louis Vuitton. Tudtam. Igen. Igen. Na, de szóval, Kunki Design akkor... különben a neve. Még egyszer? Kunki Design a neve, mert az én becenevem a Kunki. Kunki. Igen, azt nem jó, nagyon... De, és akkor ez a még van? Kunki? A Rékunkóból jött, igen. Rékunkó. Igen. Ki becézem? Anyukám mondta, hogy Rékunkó, és akkor abból jött a Kunki, és akkor így ez lett. De és akkor ez még van? Hát van, de most már csak hobbi szinten. Aha. Tehát akkor nagyon komolyan csináltam, és borzasztóan izgalmas volt, tehát nagyon élveztem, hogy... De várjál, te tervezted a tatyót? Igen, ez ugye egy horgolt táskák, és akkor kitalálni, hogy hogy legyen a bélés, hogy álljon a bőrpánt, a van rendes logóm, akkor az hogy, akkor nem, ezek, az ember azt hiszi, hogy az olyan egyszerű, de egyáltalán nem olyan egyszerű. Na, hát ez az. Akkor hogy legyen akkor a bélésben, hogy akkor bőr legyen. A legnagyobb tisztelet hangján kérdezem. Csak azért, mert beleképzelem magam a pandémiából megcsömörlött művésznő életébe, és fölkel reggel, és azt mondja, hogy csinálok egy táskát. Igen. Úgy de... a francba tudod, hogy hogy kell táskát. Na, tehát, hogy hobbiból én már horgoltam, és már nagyon sokszor ilyen előadások, vagy amikor ott várni kell, hát hiperaktív vagyok, és az nem megy, hogy ott ülök, és akkor így. Hát, hogy valamit csinálni kell. És akkor én horgolgattam magamnak táskákat, és jöttek, hogy csak, hogy de jó, az a táska, ezt hol vetted? És mondom, most horgoltam a szünetben, tehát körülbelül így. És akkor jött ez, hogy többen is mondták a barátaim, hogy na most csináljál táskákat. És mondom, hát tényleg, ennyi. És az aktív színésznői lét mellett elképzelhetetlen, hogy beleférjen egy igazi vállalkozás tovább? Nekem igen. Lehet, hogy én nem vagyok elég strapabíró, vagy nincs, de azért
Tehát, hogy ez is, ha már az igazságokról beszélünk, hogy, hogy az igazság azért az, hogy amellett, hogy az ember elmegy, dolgozik, mondjuk most itt veletek, emellett rengeteg adminisztráció van, még akkor is, hogyha van menedzserem, szóval nagyon-nagyon sok minden. Egyrészt a tanulás, az egyeztetés, a hogy amellett én a marketing, mert ugye manapság a marketing hát lenne a legfontosabb, és egyrészt én ahhoz nagyon hülye vagyok, és ahhoz valaki más kellene. Na most azt nem tud már eltartani ez a kis, mert azért ez egy kézikészítésű. Aha. Tehát én mondjuk csinálom ezt az ekkora táskát 3 napig. Aha. Utána... Ja, hogy az összes táskát te csináltad. Nem, mindegyiket nem, de mondjuk, ja. Mondjuk akkor viszont ki kell fizettem azt a hölgyet, aki megcsinálja. De mondjuk feltételezzük, hogy ezt most pont én csinálom, utána elviszem a varrónőhöz, ő belevarja, meg kell vennem az anyagot, ki kell fizetnem a varrónőt, de hát az anyagot ezt nem úgy veszük, ugye, hogy csak arra a táskára, akkor már megveszed azért. Akkor ott van a bőrpánt, akkor meg kell venni a teljes táblabőrt, ugye, ami egy egész marha. Az sem 3 forint. Nem tudtam, igen. Igen, akkor abból meg kell csináltatni, ugye, azért. Na hányat csináltassak most? Hány 100 centis pántot? Hány 30 centis pántot? Akkor előre megcsináltatom, akkor ott a logo. Azt nyilván alkalmanként számolja a bőrdisznőben is, hogy mennyit nyom bele. Na most ezt megcsináltam én. És mennyit adod el a táskát a végén? Ja. Azt is te számoltad ki? Hát azért kértem segítséget, de igen, én számoltam. Üzleti tervet is tudsz készíteni. Én nem, azt sem tudom, mi az. Hát amit Tomi most mondott, tehát ha erre képes volt, hát gyakorlatilag. Hát figyelj, leírtam valamit. Igen. Nagyon hülye vagyok a számokhoz, hát komolyan. De az, hogy leírom, hogy pánt, ennyi. Ennyi, és legyen a hasznom 10%, és akkor beszoroztad, és kijött, hogy nem tudom. Igen, de akkor még ott van az áfa. Ja, jó, hát igen. Tehát azért mondom, hogy teljes a káosz. Itt lefagyott Réka. Már sokkal hamarabb is. Szóval nem volt ez könnyű, ilyen kis evickélő szinten, meg hogy arra, hogy én ott ne bolonduljak bele a pandémiába, és mondjuk amennyit belefektettem pénzt, az visszajött. Uh-huh. Nekem az olvasott anyagból az a képem derült ki, hogy a pandémia alatt ugye elkezdett palotákat, kastélyokat és a Loire mentét eladni Réka, mert ő ingatlan vállalkozó, megalapította a Louis Vuitton 2.0-át, és a ül rajta a számlálatlan dollármilliókon, így van. Várjál, volt még egy mondat, hogy Spanyolországban a tengerparton vásárolt egy villát. És akkor ez elég az. Na végre van. De várjál. De és akkor egy következő cikkbe olvasom, hogy hát rohadt drága a hajó, a szívem szakad meg, de el kell adni. Mi az összefüggés? Tessék? Ezek között mi az összefüggés? Az az összefüggés, hogy mi az igaz, mert hogy te imádtad azt a hajót, ami a Kóstoló volt a neve? Igen. Két óval. Tessék? Két óval, második hosszú. Igen. Ezt eladtátok a végén? Eladtam, igen. De akkor ez anyagi okok miatt kellett eladni? Ahogy... Igen. Borzasztóan felmentek a Balatonon a hajóhelyárak, tehát több milliós nagyságrend évente, és miután nagyon szeretek egyrészt Spanyolországba menni, másrészt máshova is utazni, egyszerűen azért nem fizetem ki ezt a mocsok sok pénzt, hogy egy nyáron 5 napra le tudjak menni, mert ennek ja, hogy nem volt, tehát nem kihasználatlanság volt abszolút. A legfobb oka. Hát az én párom, ő bejár hétfőn dolgozni reggel, elindul 8-kor, és hazaér este 7-kor. Hétvégén ráér. Én hétvégén elmegyek dolgozni. Soha nem voltunk együtt a hajón. Azt hiszem, most már 9 éve ismerjük egymást, kettőször, összesen, 2 napot. Na most egyedül nincs nagyon kedvem, a Rozival mentünk minden nyáron, mondjuk egy maximum 2 hetet, de az tényleg a maximum. Ennek nincs értelme. És milyen a spanyol kecó? Nagyon jó. És milyen sűrűn tudsz menni? Igen, hol? Igen, nem megyek sűrűn, mert én nem azért vettem ezt, hogy én ott, tehát nem azért vettem, hogy fenntartok ott egy nyaralót, és akkor én ezt befektetésnek vásároltam, az már csak egy mellette egy nagyon jó dolog, hogy egy ilyen jó helyen van. Esztepónában van, ez Malagától egy... Látod a tengert? Nem látom a tengert, 600 méterre van a tenger. De ha fölmegyek a tetőre, ott látom egy nagyon kicsit. Igen. De 600 méter, tényleg nagyon jó hely, úgyhogy... És szoktatok lejárni? Ejtőzni? Hát, persze. Sajnos én általában egyedül vagy a barátaimmal megyek. Legutoljára augusztusban voltam, de voltam májusban.
januárban majdnem 3 hét. Szóval, hogy azért nem olyan nagyon sokat, tehát szerintem mások ugyanennyit járnak nyaralni, csak máshova, én meg akkor általában ide megyek, de... De na, szereted? Én nagyon-nagyon szeretem. Amúgy, ahogy kitört a pandémia, ugye 2020. március 18. Igen, valahogy úgy. Valahogy. Én aznap elkezdtem spanyolul tanulni Duolingóval, én azóta tanulok spanyolul, és nagyon élvezem. És hogy megy? Mennyire megy? Hát, muy bien, gracias. Imádom. Én annyira szeretem a spanyol nyelvet, és nem értem, hogy én miért nem tanulok meg spanyolul. Hát, ilyen Duolingo, de... nagyon egyszer, tényleg. Meg kell próbálni. Imádom, nagyon és egyszer. A spanyol sorozatokat úgy nézem, hogy spanyol nyelven és magyar felirattal, mert igen. Na, mindegy. És kell használni nyelv. Tehát a német kultúrkörben amennyire nem verti a gyökeret, jó egyéb okok miatt, amit itt felvázoltál, annyira a latinban otthon érzed magad. Netán, csak most ide bújt a gondolat, időskor nagyon messze van még, de fontolgatjátok, hogy ott telepettek majd le? Nincs esetleg... olyan nagyon messze az időskor. Hát azért közel sincs véka. Szerintem nagyon sokan gondolkoznak ezen, és eleve ott sok barátom is lakik. Igen, én gondolkozom ezen, de most ez jelen pillanatban teljesen lehetetlen. Azért a spanyolok azért nem olyan egyszerűek, mint ahogy kinéznek, mármint nagyon tehát hogy nem úgy értem, hogy egyszerűek, mint buták, hanem hogy nagyon cukik, imádnivalóak, az. Tényleg, de ott elintézni valamit, abba beleőszülsz, tehát az nem tudom, és sem egyáltalán beszélnek angolul, tehát, de úgy, hogy felhívom a kivel beszéltem nemrég, az önkormányzattal, ugye az Ayuntamientóval, és kértem az angol nyelvű kezelőt, aki nem. Felvette, mondta, hogy olá, és nem beszélt angolul. Tehát, hogy nem tudsz, tényleg, amikor ott ülsz, és már mindent meg... Nem megy. És mañana. Nem megy. Mindent mañana. Nem megy be az... De azért, mert erre nekik is, és az angoloknak, meg az amerikaiaknak is van egy véleménye, ami hát valljuk be, hogy igaz, hogy a világ fele beszél spanyolul, tanulj meg. Igen, a másik de hát fele meg tanulom. Azt mondja, hogy a világ fele beszél angolul, tanuld meg. Igen, én tanulom, de még azért annyira nem tudok, persze. Hogy mondjuk egy... De hát végülis a bankba is járunk, meg az internetet is megrendeltem rá, de az nem most, tehát akkor még sokkal kevésbé. Az egy nagy kaland internetet rendelni Spanyolországban. És akkor mire rájöttem, hogy ők nem értik azt a szót, hogy internet. Tehát ő nem érti. Van egy nagyon, szerintem az cuki történet, hogy pattogatott kukoricát szerettem volna vásárolni, lementem a boltba, és hát nem találtam a pattogatott kukoricát, mert mindent, és oda mentem, hogy excuse me, do you speak English? Mais, puff, puff, palomitas! Mert hogy nekik mindenre van egy. Tehát kihagytam a lényeget, hogy mondtam neki, hogy popcorn, nem érti a popcornt sem. Tehát nem, neki mindenre van egy. És a palomitas, ugye az galambocka. A legjobb egy ugyanilyen ügyintézésnél Spanyolországban egyszer mondtam, tehát ez a tudott kézzel lábbal feje, hogy e-mail. Correo elektrico. Correo elektrico. Igen, elektronika. Correo elektronika. Igen. Mondom, nem tudja. Correo elektronico. Az internet, az fibra. Fibra. Igen. De egyébként sokkal szebb. De annyi ilyen szó van, hogy megbolondulok, mire rá. Na minden, szóval azt meg kell tanulni, egyszerűen nem is érti, hogy mit akarsz. Le tudsz te ott lassulni? Annyi erő van benned, úgy pöröksz, hogy hihetetlen. Tehát, hogy kapkodjuk itt a fejünket legalábbis. Persze. Ott hát belassulsz ott az áztamányánál érzésben? 10 napig fekszem a homokban. Hát nem mondom, hogy mozdulatlan, az nem igaz, de az képes vagyok, igen. De hát ott is az van, hogy kicsit fekszem, utána felülök, arra a hegyre fölmászom, és akkor fölmászom arra a hegyre. Csak előjön a így. De nagyon szeretem ott a csöndet. Uh-huh. Azt nagyon szeretem. Na nézzük a csöndhöz az igazságodat. Úristen, most tudom, mit értem. Megfejtette. Így 2 év után megjött, megfejtette. Az igazság oda át van. Na. Ne haragudjatok, de... Ja, végül is az is végül lehet, de nem erre gondoltam, mert igazából nagyon sokat gondolkoztam ezen, de az igazság annyiféle, és tehát mondom, melyik igazságomra vagytok kíváncsiak a sok közül? Úgyhogy én nem tudtam, ez az egy jutott. De ez jó, mert a 2 év alatt senki nem írta, pedig amúgy tök kézen. Pedig biztos voltam benne, mondom, most nem fogom visszanézni az összes adásotokat, hogy a végén ezt mondta. Na, ez viszont most fájt. Hát az összes adásom, amúgy láttam tényleg jó sokat, különösen a kolléganőim, vagy a kollégáim, mert hogy nyilván engem az érdekelt, hogy ugye nemrég a Katát is megnéztem, Jansz a Katát. De azt a párat, amit néztem, ezt nem mondta senki, hát nem fogom az összeset megnézni, hát mondom, majd úgy is szóltok, hogyha ez hülyeség.
Nem, egyébként nem ilyesek. Réka, további jó spanyol tanulást. Köszönöm. És nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Hola. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. De azt nem. Nem. Azt csak délután mondják. Nem, az asztalog, az a viszlát, azt mondják mindig. Azt mondják mindig. Az Olának a hosszabbított házat. Nem, az Olá, az, az amikor bemész. Szia, csak szia, szia. Nem igen, akkor nem ilyenkor kell, amikor elmész. Akkor azt a loego, és úgy mondják, hogy loego. Loego, loego. Ja, ott, ahol te laksz, ott, ott igen, mondják. Azt lehet, hogy észre, az tény, hogy azt nem tudom, de én csak az andalúz részem. Ez egy hatalmas ország, hát igen. És csodálatos. Na jó, akkor mit kell mondani? Jó utat vissza. Köszönöm. Köszönjük. Mañana. Az. De minden mañana. Mire? 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.